Februártól a hegyvidéki önkormányzat saját cége veszi át a Csörsz utcai sportcsarnak üzemeltetési jogát. Óvoda vezetők tanácskozása a köznevelési törvény óvodákat érintő változásairól tartottak értekezletet. Bálint nap sok pár ajándékozza meg egymást ezen a napon. A Hegyvidék Televízió híradóját látják 19 órakor. Jó estét kívánok! A januári képviselőtestületi ülésen hozott döntés értelmében a hegyvidéki önkormányzat saját cége veszi át a Sportmax Kft-től a kerületi tulajdonos Csörsz utcai sportcsarnak üzemeltetését februártól. A vezetésre Buranics Ildikót, az egyik legsikeresebb hazai sportmenedzsert, a Fit Parádé főszervezőjét kérte fel az önkormányzat. A Csörsz utcai sportcsarnok üzemeltetésére az önkormányzat egy új, saját céget alapít Hegyvidéki Sportközpont és Sportcsarnok Kft. Néven. A vezetése Buranics Ildikót, az egyik legsikeresebb hazai sportmenedzsert és a világszerte népszerű Fit Parádé főszervezőjét kérték fel. Csörsz utcában vagyunk, a 12. kerületben. A mögöttem lévő terület, ami a Hegyvidéki Sportcsarnoknak a területe, itt lesz majd a névváltozás. A sokaknak emlékezetes helyszín, hiszen korábban ez a magyar optikai műveknek a sport telepe volt, így biztos, hogy egy néhány generáció örömmel gondol arra, hogy itt sporttevékenység van és folytatódik. Ráadásul március 1-től MOM sport néven fogunk üzemelni. Új márka lesz, ami szorosan kötődik, szorosan kapcsolódik egyrészt a helyszínhez, másrészt a környékhez, hiszen itt a bevásárlóközpontot is így nevezik. Továbbá nagyon nagy sikerrel működik a MOM Kult, a kulturális központ. A mi logónk hasonló lesz, mint a MOM kulturális központé. Azt az irányt vettük figyelembe, csak egy kicsit dinamikusabb lesz a tevékenységünkből adódóan. Buda legnagyobb sportcsarnoka, a 13 ezer négyzetméteres sport, szabadidő és rendezvényközpont várhatóan az eddigieknél is színvonalasabb és gazdagabb program kínálattal várja majd a mozgáskedvelőit. Azt szeretnénk, hogyha ez a ház dübörögne, ha jönnének a gyerekek sportolni reggeltől estig, és minél több rendezvénynek lehetne ez a helyszíne. Elsősorban sportrendezvényekben gondolkodunk, hiszen több nagy sikerű rendezvény volt ebben a létesítményben. 5 éve itt kerül megrendezésre a Fit Parádé, ezzel nyitott annak idején ez a gyönyörű sportcsarnok. Továbbá a múlt hétvégén rendezték 5. alkalommal a Fit Leszel programot, ami tovább növekedhet majd ezen a helyszínen, és nagyon sok más programra is gondoltunk, hiszen maga a sportcsarnok az különböző rendezvényekre is alkalmas. Volt már itt bál, szalagavató, sportdíját adó gála, de a legnevesebb rendezvény szervezők keresnek meg minket az ötleteikkel. Reméljük, hogy rendezvény szempontjából is sikerül majd érdekessé tennünk ezt a létesítményt. Állandó programok lesznek az edzések. A pályákat félpályánként vagy esetenként egész pályánként is bérbe lehet majd venni. Állandó programok lesznek az edzések. A sportcsarnokot egész pályák vagy félpályákon fogjuk bérbe adni. Ez folytatódik, a délelőtti időszakokban van még fejlődési lehetőség, itt bekapcsolódhatnak az iskolák is. Az úszásoktatás jelenleg is nagyon magas színvonalon zajlik, és nagyon sok lehetőség van még ott is fejleszteni a 12. kerületi hegyvidéki úszósportot. A sportcsarnokhoz tartozó üresen álló helyiségeket is bérbe fogják adni a jövőben. Reményeink szerint sikerül bérbeadni a több mint 2000 négyzetméter nagyságú területet, ahol korábban wellness központ működött, illetve itt tőlem balra látható egy több mint 300 négyzetméteres helyiség, itt orvosi szolgáltató volt. Valami hasonló az egészséggel kapcsolatos tevékenységet el tudunk itt képzelni, de óvodával kapcsolatosan is megkerestek már minket. Az átállás, átadás nem befolyásolja a működést. Az úszodai bérlettel rendelkezők a megszokott rendben továbbra is igénybe vehetik a sportcsarnok nyújtotta szolgáltatásokat. Az idei év szeptemberétől lép életbe az a törvénymódosítás, amely egyebek mellett az óvodai nevelésről szóló alapprogram több pontját is módosítja. Így például nagyobb hangsúly helyeződik az egészséges életre való nevelése és az óvoda hátránycsökkentő szerepére. Erről és több a kerület óvodáit érintő kérdésről is tanácskoztak az önkormányzat épületében tartott óvodavezetői értekezleten.
Az egészséges életre való nevelés, az erkölcsi nevelés és az óvoda hátránycsökkentő szerepe. Csupán néhány azon területek közül, amelyekre az óvodai nevelésről szóló országos alapprogram értelmében 2013. szeptemberétől még nagyobb hangsúlyt helyeznek. Az alapprogram módosításáról szóló kormányrendeletet tavaly fogadták el. A változások szakmai és minőségi szempontokat is figyelembe vesznek, mondta Paszkosznyé Kulcsár Andrea, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főtanácsosa, az önkormányzat épületében tartott óvoda vezetői értekezleten. Ami jelentős változást hoz az alapprogramokban, például a tevékenységek, különböző óvodai tevékenységek átgondolásában, az a mozgás terület, hiszen az egészséges életmódra nevelésre igen nagy hangsúly helyeződik, és az erkölcsi neveléssel is kiegészült az alapprogram. Új fogalmakat vezetett be, nyilván a jogharmonizáció okán, mint például a nemzetiségi nevelésre vonatkozóan. Erőteljesebb hangsúlyt kapott az óvoda a hátránycsökkentő szerepe, ami valójában nem jelent meg az eddigi szabályozásban, kifejezetten a kiegészítő szerepet hangsúlyozta. Itt a hátránycsökkentő szerepen nem csak kifejezetten és nem elsősorban a szociális hátrányokra szükséges gondolni, hanem azokból az inger szegényebb környezetből érkező gyerekekre, vagy olyan inger gazdag környezetből érkező gyerekekre, akiknél ugye előbbinél valamiféle lemaradással kell számolni, az utóbbinál is, de azok más típusú elmaradások, vagy adott esetben mindkét esetleg gondolva a tehetségnek a kibontakoztatására. Fonti Krisztina alpolgármester szerint a hegyvidéki óvodák felkészültek a változásokra. Én úgy gondolom, hogy főként hangsúly eltolódásokról van itt szó, és a mi óvodáink programjai megfelelnek ezeknek az új követelményeknek, és mondom, ezek inkább hangsúly eltolódások, fontos kiemelt szerepült a művészeti nevelése, a mozgás, az egészséges nevelése, erkölcsi nevelése már a kis gyerekek ebben az életkorban is. Ezen kívül fontos egyéb jogszabályi változások, amelyek a finanszírozást illetik, ezek számunkra fenntartók számára is fontosak. Ezek az információk nekünk is mind fontosak voltak, bár meg kell, hogy már nem újak, hiszen azért mi természetesen a költségvetés kidolgozásához is már tanulmányoztuk mindezeket a szabályozásokat. Fontos az óvodai pedagógusok minősítésével kapcsolatos, az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok, ezek is mind a fenntartó számára fontosak, de természetesen az óvoda vezetők és az óvodapedagógusok számára is nagyon fontosak. Ez a, talán itt látható volt, hogy még ez egy óvodavezetői értekezlet volt, nagyon sok óvodapedagógus eljött az óvodáinkból, pontosan azért, mert látni és hallani akarták ezeket a változásokat. A hegyvidéki önkormányzat a tavalyi évnél is magasabb összeget fordít az óvodák karbantartási munkálataira, valamint egy Európai Uniós pályázat révén összre a Kimbi óvoda több mint 200 millió forintból újul meg. A város üzemeltetési részére készítettük a költségvetés tervezetet, ahol korábban fölmért igényeket is megpróbáltuk beleépíteni a költségvetés tervezésünkbe, és a tavalyihoz képest a karbantartásra is nagyobb összeget tudtunk elkülöníteni, illetve nagyságrendileg 80 millió forint lesz az, ami a felújítás és beruházás keretein belül el tudunk költeni az óvodákra az idén. Szinte minden óvodát érint, sorrendbe tettük, hogy hol milyen igények vannak. A Tátoscsik óvodába befejezzük a nyírászáró cseréket, a Norma Főzike óvodában elkezdjük a nyílászáró cseréket, ahol probléma van a fűtéssel, a Meseváró óvodában, ott javítjuk a fűtési rendszert. Az idei évi nagy felújítás az a Kimbi óvodát érinti, ahol egy egész szintet ráépítünk az óvodára, teljesen felújítjuk a tetőszerkezetét, új nyílászárókat építünk be, kialakítunk három új termet és egy több funkciós termet.
Az óvoda vezetői értekezleten a hegyvidéki óvodák étkeztetése is szóba került. Fári Márton, a hegyvidéki közétkeztetést ellátó cég ügyvezető igazgatója javaslatot tett arra, hogy a jövőben az intézmények fontolják meg a reformétkeztetés bevezetésének lehetőségét. Bálint vagy angol szász megfelelője után Valentin napján sok pár ajándékozza meg egymást. Az angol eredetű szokás a 90-es években gyűrőzött be Magyarországra, és vált egyre népszerűbbé. Ilyenkor jóval több csokoládé és virág fogy a boltokban, a legtöbben ugyanis ezzel ajándékozzák meg párjukat. Rózsaszín szívek a kirakatban és gazdag választék. Többnyire így néznek ki a virágboltok február 14-e, vagyis Valentin nap előtt. Ennek a virágkereskedésnek a vezetője is azt mondja, Bálint nap előtt fel kell készülnie a rohamra, mert bár az elmúlt évekhez képest némileg csökkent a forgalmuk, ilyenkor mégis sokan vásárolnak egy-egy szál virágot. Valentin napra való tekintettel azért a vevők azért sokkal többen látogatnak meg minket. Ez érezhető anyák napján, nőnapkor, ballagáskor, Valentin napon, ilyenkor főleg így a vörös rózsa, amit így többet szoktak vinni, az csokorban, szálban díszítve, de hát ez a, meg a piros virágok egyértelműen. Cserepes az kevesebb, szálat szoktak vinni, és ebből nagy százalékban a rózsát, ugye. A virág mellett sokan vásárolnak párjuknak édességet is. Egy friss felmérés szerint a csokoládé fogyasztás ilyenkor egyharmadával növekszik. A valentinnapi ajándékozás eredete a 14. századra nyúlik vissza. Szent Bálint, vagyis angol szász megfelelője szerint Valentin ekkor vált a fiatal jegyesek és házasok védőszentjévé. A szokás először főként Angliában és Franciaországban, valamint a tengeren túlon terjedt el. Magyarországon pedig a 90-es években vált egyre népszerűbbé. Sokak szerint ez a nap jó alkalom arra, hogy együtt legyenek párjukkal. Új házasok vagyunk, ő a második férjem, és azóta. És ilyenkor hogyan ajándékoznak, vagy mivel készülnek? Hát nem szoktunk készülni úgy nagyon, hát szoktunk venni egy kis, valami kis apróságot, egy bombont, csokit, mert azt nagyon szeretjük, az édességet. Van egy nap az évben, amikor ezt a napot egymástól szánjuk, és akkor legalább igen, szabadok vagyunk, és otthon vagyunk. Minden nap ünnep, hogyha van párod, és minden nap egy fontos élmény, mármint egy élmény, hogyha valakivel eltölteted azt a napot, és minden nap ki lehet fejezni egymásnak, hogyha fontosak vagytok egymásnak. Vannak azonban olyanok is, akik nem tartják fontosnak a Valentin napot, így nem is ünneplik. Főként azért, mert nincsenek magyar vonatkozású gyökerei. Nem szoktuk tartani. Miért? Nem gondoljuk azt, hogy ez egy meggyökeresedett magyar ünnep lenne, vagy egyáltalán így közünk lenne hozzá. Én nem tartom, a barátnőmmel. Nem. Miért? Mert nincs rá időm. Szerintem nem csak ezen a napon kell megajándékozni, vagy szeretni a párodat. A Valentin nap ennek ellenére a világ minden részén népszerű. A februári havazás szánkosok és síelők százait csábítja a normafára. Ha leesik a hó, kicsik és nagyok egyaránt jól érzik magukat a budapestiek egyik kedvenc kiránduló helyén. Van, aki szánkózni, van, aki síelni jár a normafára, és bár felvonó híján a lesiklást követően csak emberi erővel lehet visszajutni a hegyre, a havas hónapokban síelők és szánkózók tömegesen lepik el a lejtőket. Jól lehet szánkózni. Sajnos igen ritkán jutunk ki, de hétvégén, amikor hó van, igyekszünk, és nagyon jó levegő van, azért szeretünk ide járni. Most, hogy leesett a hó, most gyakran jövünk. Tanácsos a 21-es busszal megközelíteni a hegyet, a téli időszakban ugyanis nehéz parkolóhelyet találni. A normafán hangulatos büfék, valamint sí- és szánkópályák várják a téli sportok szerelmeseit. Amikor ilyen szép hó van, akkor általában kijövök, mert itt lakom a közelben. Komoly feelingje van ennek, ez egy ilyen nagy korzó itten tulajdonképpen. Ez a lejtő, ez itt nagyon, hát én innen nősültem erről a lejtőről, itt ismerkedtem meg a feleségemmel is. A hegyen egyébként sífutóiskola is üzemel. A síelés és sífutás különbségeiről Balogh Zoltán sífutó oktatót kérdeztük. Sífutás alapvetően abban tér el a lesiklástól, hogy itt laposan fölfelé is tudunk haladni a sível, és hát tulajdonképpen egy futómozgás sível a lábon. Balogh Zoltán elmondta, a sífutást 3 éves kortól ajánlják, felső korhatár viszont nincs. Fontos tudni azonban, hogy ez a sport speciális felszerelést igényel.
Egy speciális felszerelés több is van, mert a sífutás is eleve két különböző stílusból áll. A klasszikus az a nagyon régi stílus, ezért is hívjuk klasszikusnak, az a járásból alakult ki, és tulajdonképpen ilyen szögdelve halad az ember, és ellentétes karláb, ezért hívjuk diagonális mozgásnak is. És a korcsolyázó pedig a sokkal inkább a jégkorcsolya mozdulatokra hasonlít, ahol oldal irányú mozgással hajtjuk magunkat előre. Magyarországon az elmúlt 50 évben harmadára csökkent a házasságkötések száma, és csaknem megduplázódott a válásoké. A vasárnap megkezdődött házasság hete elnevezési mozgalom ezen a tendencián igyekszik javítani. A kezdeményezés célja az, hogy felhívja a figyelmet a házasság és a család fontosságára, valamint segítséget nyújtson azoknak, akik párkapcsolati vagy gyermeknevelési nehézségekkel küzdenek. Keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával idén is megrendezik a házasság hetét. A vasárnapig tartó programsorozat országszerte kínál programokat az érdeklődőknek. A házasság hete egy nemzetközi kezdeményezés, 16 évvel ezelőtt Angliába kezdődött. Magyarországon ez a hatodik alkalom, hogy megszervezzük ezt széleskörű összefogással. A Magyar Evangéliumi Allianz kezdte, de most egy teljes országra kiterjedő mozgalomról van már szó. Magyarországon 60 évvel ezelőtt, 1949-ben több mint 100 000 házasságot kötöttek, 2011-re azonban a házasságok száma közel egyharmadára, 35 000-re csökkent. Sok olyan adat lát napvilágot, ami nem kedvező a házassággal kapcsolatban. Igaz, hogy Magyarországon az elmúlt két évben a házasságok száma nem csökkent, olyan 35 000 körüli házasság kötés volt 2011-ben és 2010-ben is, de a tendencia nem csak a számokban látszik, hanem a házasságok vagy a családok minőségében és a kapcsolatokban is. Nagyon sokszor, ami felszínre kerül, azok a rossz példák, a szomorú esetek. Ennek a mozgalomnak az a célja, hogy jó példákat is mutasson be, biztos arra, hogy a házasság jó intézmény, arra érdemes felkészülni, sőt kell is, és aki benne van, ez a kiváltsága meg vagy házasságban élhet, az foglalkozom vele, ápolja, gondozza. A házasság hetének rendezvényei gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, valamint bibliai és erkölcsi előadásokkal segítik a házasság előtt állókat. A korábbi évekhez hasonlóan a szervezők idén is felkértek egy ismert házaspárt, hogy képviseljék a mozgalmat. Egy magyar sajátosság a házasság hetének, hogy választunk minden évben egy úgynevezett házaspár arcot. Egy házaspár idén Várnagy Andra és Farka Zsolt, ők művészek, zongoraművészek, és mégpedig négykezest játszanak általában, és ezért választották erre az évre ezt a szlogent, hogy egymásra hangolva. A központi programoknak egyébként a védnőke, a köztársasági elnök úrnak a felesége, Herceg Anita, azért vállalta el ezt, mert úgy ítélte meg ő is, aminek örülünk, hogy sokan így látják, hogy ez nem csak a házasságról szól, hanem ennek társadalmi jelentősége is van. A házasság hete nem csak a házasodni vágyókat segíti, a szervezők azok számára is készülnek programokkal, akik párkapcsolati nehézségekkel küzdenek. Az egész házasság hete ötletet pont egy ilyen szituáció adta. Egy Richard Kén nevű üzletember 16 évvel ezelőtt találkozott azzal, hogy az egyik legjobb barátja egyszer egy délután csak úgy megemlítette neki, hogy jövő héten elválik. És kérdezte, hogy hát miért valami szerelmi házos háromszögben, vagy valami ilyen rendkívüli probléma. Azt mondta, hogy nincsen semmi baj, csak egyszerűen kiüresedett a kapcsolatunk, és most már terhes az együttlét, sokkal egyszerűbb lenne egyedül, és elválnak. A házasság hete pont azt az üzenetet szeretné közvetíteni, hogy ez olyan érték a házasság, amiért érdemes a fennmaradásáért küzdeni, érdemes újrakezdeni, megpróbálni, másiknak megbocsátani, kezdeményezni, megtalálni a másik embernek a szeretet nyelvét, a szeretet kifejezésében, és ehhez erőt kell meríteni. Személyesen azt tudom mondani, hogy amit az ember megtapasztalt, hogy Isten neki megbocsát, ez adhat erőt annak, hogy én is megbocsátok egy másik embernek. A házasság hetén a központi rendezvényeknek többek között a Budapesti Rádai Kollégium, a Deák-téri Evangélikus Gimnázium és Templom, a Veselényi utcai Baptista Imaház, továbbá a Gazdagréti Református Gyülekezet ad otthont. A szervezők a fővárosi helyszínek mellett az ország számos pontján várják különféle programokkal az érdeklődőket egészen február 17-éig, vasárnapig.
Adásunkat megtekinthetik a világhálón és honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu-n a videótárban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!